Ez a tulipános láda 20 év után most fedi fel először titkát. A Galgóci emlékszobában látható állandó kiállítás értékes darabjának tartalmát most láthatja először a közönség a hagyaték kincseinek ráadás bemutatóján. A jubileum alkalmából készült válogatásból tehát kiderül az is, hogy a Galgóci regényből készült film konyha jelenetének eszközeit rejtette eddig. Emellett olyan relikviákat is láthat a közönség, mint a Kossuth díjas írónő helytörténeti gyűjtéseit őrző naplója, mely feltárja kutatási módszereit és gondolatívének alakulását is. Személyes berendezési tárgyai, munkaeszközei, a halálának körülményeit dokumentáló enteriőr vagy kedvenc kosztüm és adalék a látogatónak, Galgóci személyének megismeréséhez. A kiállítás olyan dokumentumokból került összeállításra, amik eddig még nem kerültek kiállításra. Évvégéig lehet ezt nálunk megtekinteni. Most az is érdekesség, hogy az emlékszobához tulajdonképpen nem nyúltunk hozzá. Az emlékszoba állandó kiállítás része az ugyanúgy látható, ahogy eddig, és kiegészül nagyon sok eddig nem látott dokumentummal, naplóval, tárgyakkal. A Galgóci emlékszoba nyitása után 20 évvel is népszerű a látogatók között. Galgóci műveit olvassák, szeretik, tisztelik. A helyi általános iskolásoknak tananyag 8. Galgóci az eltévedt lovas című novelláját, azt tanítják. Rendhagyi irodalomórákra rendszeres járnak át a helyi és a környékbeli általános iskolások is. Ide pedig tulajdonképpen a kultúrát, irodalmat szerető látogatók, hétvégi tárlat látogatók, különösen nyugdíjasok. A Ráadás a hagyatékból című tárlat december 21-ig látogatható a Ménfő Csanaki Bezerédi kastélyban.